A 2021-ben debütált Godzilla Kong című film után nem állt a legendári és a Warner világa, az úgynevezett Sörnverzum, azaz a Monsterverse, hiszen két évvel később egy animációs szériával bővült, amely a Koponya szigetet kívánja bővebben megmutatni, ráadásul a netflix közösen készítették el ezt a produkciót, Továbbá jövőre érkezik az előbb említett film folytatása, a Godzilla X Kong, az új birodalom, és jelenleg fut az Epül TV Plus új sorozata, a Monark, a szörnyek hagyatéka. A Koponya Sziget mindössze 8 nagyjából több mint 20 perces epizódból áll, és a szigetet, sziget ismertetése mellett egy csapat hajótörött embert mutat be, akiknek egyszerű a célja elhagyni ezt a borzasztóan veszélyes szigetet. Tehát a történet visszarepít minket Kong otthonába, amelyet még jobban megismerhetünk. Rengeteg változatos, veszélyes és érdekes lényel találkozunk a részek folyamán, amelyek között vannak ismerős arcok, mint például maga a hatalmas gorilla, és egy koponya rágót is szemügyre vettünk. Ez hatalmas erősség a sorozatnak, hogy ilyen sok élőlényt hozzá tudtak adni a franchisehoz, és a helyszínek is remekül lettek kidolgozva, itt is elmondható egyébként a változatosság, akár az élő világnál is, és gondoljunk csak bele, hogy mennyire működőképes lenne egy hasonló széria, csak élő szereplős formában. Valószínűleg sok szörnverzum rajongó szeretne még többet látni a szigetből, persze élő szereplős formában, és jobban el is lehetne készíteni egy ilyen tartalmat, mint ezt a sorozatot. Hiába a változatosság és az érdekfeszítő teremtmények, egyáltalán nem lett kimagasló, sőt, jónak is egyáltalán nem nevezhető a Netflix és a Legendary közös gyermeke. A koncepció ötletes és kiváló a hangzik, de a végeredmény sajnos már nem az. Nagyon lassan építkezik a sorozat, a teljesen felesleges és indokolatlan elemekkel van telepakolva, és a legnagyobb negatívuma az egésznek a karakterek. Borzalmasan vannak megírva a szereplők, külön igaz ez a szó a gyerek figurákra, akik a bugyuta vonásaik mellett elképesztően idegesítőek és felelőtlenek. Semmi komolyság nem társul hozzájuk, és viccnek veszik azt, hogy erre a hátborzongató helyre kerültek. Nyilván már szenvedés volt nézni őket, és tényleg csak arra vártam, hogy legyen vége az adott részben az ő játékidőjüknek, és térjen már át a történet a felnőttek szálára, Nem csak érdekesebb, de a komolyság is nagyobb mértékben volt ott jelen. Persze, hogy lenni szokott, a végén összeért ez a két cselekményszál, és ez mind szép és jó, mivel az apa visszakapta a fiát, illetve az anyuka is a mára már szinte vaddávált lányát kereste, de természetesen ő is visszatért hozzá, akiknek a kapcsolatuk érdekesnek bizonyul, de az ifjú, idegesítő, undorító személyisége miatt ez teljesen tönkrement, és nem csak a sorozat történetében ment tönkre hanem mi nézők szemébe is teljesen kaput az egész, mert nézhetetlen lett így. Én érthetetlennek tartom, hogy a gyerekes elemekre miért volt akkor a szüksége a sorozatnak, amikor meglepően brutális dolgok történtek, hiszen nem egy véres pillanatot láthattunk, ami szintén az erőségekhez tartozik, azonban a legtöbbször azt éreztem, hogy egyszer egy gyerekmesét, egyszer pedig egy felnőtteknek szóló animációs tartalmat nézek, ez mind a vér és a gyermeknek dolgoknak volt köszönhető, ami még egyébként dicséretet érdemel, az az animáció. Sokszor kaptunk már ilyen stílusban produktumokat, viszont meglepő módon ennek a sorozatnak eléggé jól állt ez a stílus. Szóval összességében a Koponyasziget animációs széria minimális újdonságot tudott hozni a franchise-ban, azonban nem lesz világmegváltó. Karakterei borzalmasak, a cselekmény is lapos és általában gyerekes, pedig egyáltalán nem nekik készült. Akadnak azért értékelhető elemek is a sorozatban, többek közt az élőlények és a remekül működő animációs stílus. Viszont ez a videónyi lett volna mindenképp írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a Koponya című sorozat. Legközelebb találkozunk, addig is feliratkozás, megosztás, like, szuperköszi, csatornadagság, minden jóságot tegyetek meg. Na puszi!